A KSH adatai szerint 300 olyan település van Magyarországon, amelyek a helyi közszolgáltatások azonnali fejlesztésével hosszú távon felzárkózhatnának és a legelesettebbek közül kikerülhetnének. A 300-ból most 30 kis faluban indul el az a program, amelynek Hajdú-Bihari szerencsés nyertese a 300 lelkes Told lehetett. Itt az Igaz Gyöngy Alapítvány segítségével térképezték fel a feladatokat, és most neki is állhatnak megoldani azokat. Talán a legbeszédesebb az, hogy semmilyen szolgáltatás nem tud eltartani a település, itt még bolt és kocsma sincsen. 20 éve működik Berettyó Újfaluban és a térségében az Igaz Gyöngy Alapítvány. Szociális munkát végeznek, sokszor kiemelkedő eredményeket elérve. Most egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően az egyik leghátrányosabb helyzetű településen Toldon kezdhetnek szolgáltatás fejlesztésbe. Összességében 30 millió forintot költhetnek a kisfaluban el. Minden településen az a szervezet, aki a fejlesztéseket végzi, vagy az önkormányzat, vagy bárki, aki ezt elindítja, maga határozhatja meg, hogy melyek azok a fejlesztési pontok, ahol segítséget, anyagi segítséget igényel. A Toldi program végrehajtásába bevonják azokat az embereket is, akikért ezt életre hívták. Így nem a fejük fölött íróasztal mellett döntenek, hanem az igényeket meghallgatva, ahhoz igazítják a lehetőségeket. Toldon sokak számára a napok túlélése jelenti a legnagyobb feladatot. Hát nehéz, mert mindenért be kell menjünk Biharkeresztesre, egy kenyérért is akár, hogyha annyi pénzünk van rá. Bevásárlás nagyon nehéz, biciklivel autót kell fogadni, meg ilyen hasonló dolgok. A gyerekek számára is az iskola az Biharkeresztesen van. Közmunkából élnek, valamint ilyen alkalmi munkából, meg az alapítványnál dolgoznak egy-két ember. Az alapítvány vezetője azt is mondta, hogy azt szeretnék, ha ez a Toldon futó program a többi település számára is egy minta lehetne, hogy nem szabad beletörődni a helyzetükbe, hanem folyamatosan keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a települést és az ott élőket is előre mozdítják.